Szeretettel köszöntünk mindenkit a Búza Zeniskola varacskos tanszékének, a népzenész tanszéknek a nevében. Egy moldvai csángó karácsonyi énekkel kezdtük. Most már bátran éneklem, Sepsiszentgyörgy környéki cimboráim aktívan tartják azt a hitet, hogy aki nem karácsonyba karácsonyi éneket mer énekelni, annak pattanásos lesz a feneke. Úgyhogy, de most már itt van ennek az ideje. Úgyhogy mi is előszedjük azokat a dudanótákat, furujanótákat, meg énekeket, amiket csak ebbe az időszakba lehet előszedni az egész esztendőben. És ezután a kántáló ének után, Luisi Calagori kántáló ének után még messzebb kalandozunk a Kárpát-medence képzeletbeli térképén. Ugye a legkeletebbi magyarok a moldvai csángók, akik folyamatosan ott vannak, de onnan van még egy öt falu még kijebb, a bukovinai székelység, és ahogy az énekben is benne van, ugye az örömhírt először a pásztorok hallják meg az angyaloktól, és valahogy minden nagyon fontos szakrális ünnepbe kitüntetett szerepe van a pásztoroknak, akik nagyon közel élnek az Istenhez, úgyhogy a betlehemes játékban is ott vannak a pásztorok, ott van a kezükben a hangszer, a furuja, amit egyébként több monda szerint Jézustól kap a pásztor, tehát azért az Isten hangszere, amit odaad az embereknek. Úgyhogy a furuja, a félék az egész Kárpát-medencei karácsonyi néphagyományban nagyon fontos szerepet töltenek be. Meg is hallgatjuk most a bukovinai andrásfalvi betlehemesből, amikor bevonultak már a betlehemesek, és túl vannak a Heródes játékon, akkor, ahogy a pásztorok imádják a kis Jézust, és amúgy öregesen a pásztorok módjára táncolnak neki. Régiségben azért a dudának sokkal fontosabb szerepe volt, mint ahogy így az utolsó időkben a pásztoroktól ezt még visszahallottuk. Meg lehet nézni középkori templomokon az angyali karba, pláne Nyugat-Európában, ott a tekerősök mellett ott vannak a dudás angyalkák is, és nagyon elterjedt volt ez a hangszer mindenhol, és olyannyira, hogy amíg például kis hazánkban orgona építésre még kevesen vállalkozhattak, a templomokba, addig bizony ezt a telített hangzást, ezt a mennyei zengzetet, ezt a duda gyakran helyettesítette. Olyannyira, hogy például Somogy megyébe, Karát faluba a legutóbbi időkig, ott kántorról kántorra jár a hagyománya a karácsonyi dudálásnak, ami azt jelenti, hogy annyira benne volt az emberekben ennek a hangzásnak az igénye, hogy igenis megkövetelték az orgonistától, hogy úgy orgonáljon, mint ahogy a dudás dudált régen a templomban. Tehát van karácsonyi dudálás is, és hát a pásztorok ugye nem csak hogy szereplői a betlehemes játéknak, de nagyon sokáig éltetői is voltak, tehát gyönyörű szép dallamok, karácsonyi kántáló énekek maradtak meg az ő kezükön. Most többek között, vagy végig a Zsíros Péter lesz? Akkor, de róla tudom, hogy ő például lesz ebben a kis összeállításban, amit most pedig a dudások játszanak nekünk.
egyházas Gergéből, Nógrád vagy Hont megye. A felvételeken úgy hallatszik, hogy miután ledudálta a menetet, ezt a karácsonyi dudamenetet az illető, akkor végén bemondja, hogy én dicsértem a kis Jézust, Zsíros Péter 56 éves volt bányász. Tehát most karácsonyi dudálás következik Csongitól és Botond bácsitól. És a mikrofonra már nincs is szükség. Első nótákat már énekelték is, akkor egy rövid kis részletet tanuljunk meg az abból az egyikből, amelyiket biztos, hogy nem ismeri, és nekem az egyik nagy kedvencem, teológiailag is roppant érdekes nóta, ami
ami ebben a karácsonyban van. Mindjárt keresek egy hangot, megpróbálom elénekelni, és akkor megnézzük együtt. Elénekeljük, és utána dúddál van a végén. Erej Éva a padlásra fogj egy párga lambot, te is Ádám a pincédbe töltsd meg csutornádat, hogyha velünk Betlehembe be akartok jönni, siessetek túros vajas bogácsákat sütni, hogyha velünk Betlehembe be akartok jönni, siessetek túros vajas bogácsákat sütni. Legyen egy, amit megnézünk. Tehát egy nagyon érdekes, Ádámot és Évát arra biztatjuk, mint a messzevezető ősöket, ha velünk Betlehembe be akarnak jönni, jó lesz, ha felkészülnek arra, hogy az ünnepen vendégül láthassanak mindenki. No, a szöveg az úgy van, egyszer elmondom, eredj Éva a pallásra, fogj egy pár galambot. Eredj Éva a pallásra, fogj egy pár galambot. Te is, Ádám, a pincédbe, töltsd meg csutorádat. Te is, Ádám, a pincédbe, töltsd meg csutorádat. Hogyha vélünk Betlehembe be akartok jönni, siessetek túrós vajas bogácsákat sütni. Siessetek túrós vajas bogácsákat sütni. Így van. Akkor megnézzük még egyszer Dudával, nagyon egyszerű a dallama. Ezt fogjuk megismételni kétszer. Eredj Éva a padlásra, fogj egy pár galambot, te is Ádám a pincédbe töltsd meg csutorádat, hogyha velünk Betlehembe be akartok jönni, siessetek túros vajas bogácsákat sütni. Hogyha velünk Betlehembe be akartok jönni, siessetek túrós vajas bogácsákat. Eredj Éva a pallásra, fogj egy pár galambot, te is Ádám a pincédbe töltsd meg csutorádat. Hogyha velünk Betlehembe be akartok jönni, siessetek túrós vajas bogácsákat sütni, hogyha velünk Betlehembe be akartok jönni, siessetek túrós vajas bogácsákat sütni. Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánok mindenkinek!